Kiskumajsai Petőfi Vadásztárság célul tűzte ki azt, hogy az eddigi tendenciát mutató aszály sajnos minket itt homokhátságot nagyon sújt, és a víz évét jelölte ki magának. Mivel hogy a csatornáinkban egy szemernyi víz sincs ezekben a nyári időszakban, így kötelességünk valahogy a vadakat itatni. A tavalyi évben több mint 30 itatót takarított ki a Petőfi Vadásztárság, de azért a 10.500 hektáron ez nagyon kevésnek bizonyul. Így nagyon sokat gondolkoztunk, hogy hogyan lehetne minél hatékonyabban megoldani az itatást, és erre azt találtuk ki, hogy esetlegesen a lakosság segítségét kérnénk. Méghozzá abban, hogy aki a külterületen lakik és a Kiskunmajsai Petőfi Vadásztárság területén, van mód és lehetőség arra, hogy a vadőrünknél lehet ilyenre jelentkezni, méghozzá arra, hogy ezeket az itatókat, amit itt látunk, ezeket lehetne üzemeltetni. Olyan jelentkezőket várunk, akik tényleg szívvel, lélekkel és ténylegesen segíteni akarnak a vadnak a túlélésén ebben a nyári időszakban, és felvállalják azt, hogy a tanyájuk mellett esetlegesen vagy a tanyájukhoz közel lévő búvóhelyen egy ilyet üzemeltetne. A feladat az lenne, hogy mi biztosítanánk ezt a szerkezetet, ami szerkezet egy 220 literes hordóból áll, ami ejtő tartályként ebbe a 10 literes teljes ládába egy úszó segítségével vizet juttat, és csak annyi vizet juttat, hogy ugye ne folyjon ki belőle a ládából. Ezzel szeretnénk azt elérni, hogy a Majsai Társaságnak a területén minél több helyen tudjon vízhez jutni a majsai vad, és aki ezt ténylegesen magáénak érezné, azokhoz nagyon szívesen kihelyeznénk. Elsősorban olyan embereket keresünk, aki a Kiskunmajsa külterületén lakik, tanyán esetlegesen, vagy sokat kijár, mert földje van, és üzemeltetni ezeket az itatókat. Netalántán vagy tanya mellett, vagy egy olyan eldugott helyen egy vadbúvóba. Az a kérés lenne csak, hogy mi ugye ezt biztosítjuk ezeket az eszközöket, annyi kérés lenne, hogy aki ilyet kap és bevállalja, hogy vizet biztosít a vadnak, hogy folyamatosan ellenőrizni a vízszintet, és hogyha netalántán megcsappan vagy kifogy a 220 literes hordóból a víz, akkor után tölti. Ennyi kérésünk lenne. A Kiskunmajsai Vadásztárság vadőrénél, Szabó Szabósnál lehet erre a tevékenységre jelentkezni. Természetesen nem azt várjuk el, hogy helyettünk a gazdák oldják meg az itatást területünkön, mi ugyanannyit teszünk érte. Ugye már említettem, hogy több mint 30 itatót takarítottunk ki, hogy vízhez jussanak a vadak, mindenféle vadunk, hanem további beruházást is hajtott végre a Kiskunmajsai Petőfi Vadásztárság, ami itt látható mögöttem. 10 darab betonvájú itatót rendeltünk. Ez a 10 darab betonvájú itatót szét fogjuk osztani a területünkön, és bízok benne, hogy majd továbbiakban tudjuk bővíteni ennek a darabszámát. Az állatok itatása mellett nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a vadon élő állatok etetésére. Egész télen etettük a vadon élő állatokat. Itt szemes takarmánnyal, 200 mázsa kukoricával, 200 mázsa szárított almával és olyan 400 mázsa lédús almával, illetve egy olyan 100 mázsa sárgarépát juttattunk ki a területre, hogy minél könnyebben tudják átélni a telet. Megmutatnám itt a magtárolónkat. Jelen pillanatban is innen etetünk. Itt látszik az, hogy mennyi kukorica van. Ezeket mind a területre hordjuk és a vad etetésre használjuk fel. Ez az alma chips, amit kijuttatunk télen takarmányozásra minden olyan vadnak, ami szereti ezt a táplálékot, de főképpen ugye a őzek, szarvasok, de még a vaddisznó is eszi ezt az alma chipset. Ez szárítva van, hatalmas neki a cukortartalma, így bár ennyi helytelünk van, de nem tud leromlani az állomány. Két szobában raktároztuk el ezt az alma chipset, amit Csólyosról kapunk, ezúttal is nagyon szépen köszönjük.